Pár perccel ezelőtt Szirmai Csaba, az MSZP új frakcióvezetője volt stúdiónk vendége, most pedig ismét egy hasonló pozíciót betöltő új embert köszönthetek itt. A Mi Épp és a KDNP új frakcióvezetője, Deák Péter, köszöntöm nálunk. Ön Cukor Antal utódja ebben a pozícióban, és hát azt hiszem, hogy az első kérdés az magától értetődik, hogy mi indokolta, hogy így a periódus közepén váltás történjen ebben a székben. Még 1998. októberében, amikor már lehetett látni, hogy a két párt milyen erővel kerül be a pécsi közgyűlésbe, fölvetődött az, hogy a KDNP és a Mi Épp egy közös frakciót alakítson, hiszen a pécsi közgyűlés szervezet és működési szabályzata szerint három fő kell a frakciónak a működéséhez, és mivel két KDNP-s és két Mi Épp-es képviselő van a pécsi közgyűlésben, ezért kézenfekvőnek látszott, hiszen az ideológiai közelség valószínűsítette azt, hogy közös lesz a közös munka, és így született meg a megállapodás, a frakciószerződés, amiben lerögzítettük, hogy a ciklus első felében Cukor Antal úr látja el ezt a teendőt, majd a ciklus második felében körülbelül fél időnél, nem pontosan a fél időnél én veszem át ezt a feladatot. Itt tehát már a kezdet-kezdetén nem csak a pártok időbeni megoszlása volt eldöntött, hanem a konkrét személyek is? Igen, egy választási procedúra volt négy ember között, tehát nem egy komoly, nagy plénum előtt zajló dolog volt, és így állapodtunk meg. Ez egy előre megbeszélt dolog volt. Úgy éreztük, hogy így mind a két pártnak a képviselői lehetőséghez, szerephez jutnak, bizonyíthatnak, és természetesen ez a feladatok megosztásában is segít. Igazán nem azért, hogy minősítse az elődjének a munkáját, de a frakciónak az eddigi szerepét, az eddigi tevékenységét ön most itt a közelfél időben miként értékeli? Nem akarok szerénytelen lenni. Én azt hiszem, hogy nem kiabálva, csöndesen, de tettük a dolgunkat, amiért muszáj volt szólni, szóltunk, igyekeztünk mindig megfelelő hangnemet használni, és én azt hiszem, hogy Cukor Antal úr nagyon magasra tette a mércét, tehát bizony föl kell kötni a fölkötni valókat, és igyekezni kell, hogy utolérjem őt. Azt hiszem, hogy a közvélemény talán az utóbbi időben a leginkább a költségvetés, a város költségvetése foglalkoztatja. Ez a kérdés most annál is időszerűbb, mert hiszen csütörtökön a következő közgyűlésen születik döntés ebben a témában. Önök milyen álláspontot képviselnek? Vannak-e olyan pontok, amiben még nem elégedettek teljesen? Igen, ez a költségvetés, ez egy nehéz kérdés. Nem olyan régen kaptuk meg az anyagot, és ez a rövid idő viszont elég volt arra, hogy megállapítsuk, hogy rendkívül magas, csak nem 2 milliárd forint körül lesz a hiány. Azt kell, hogy mondjam, jó lehet politikailag fényévnyi távolságra vagyunk egymástól a városvezető koalícióval, hogy történtek ugyan meggondolatlanságok az előző költségvetéskor, amire mi időbe fölhívtuk a figyelmet, nem csak mi, hanem a jobb oldalon ülő többi párt is még március környékén, ami rendre be is következett, tehát hogy az elmúlt évben szeptember-október környékén pótköltségvetést kellett készíteni. Most is meg fogjuk tenni a magunk észrevételeit, de a tárgyilagossághoz az is hozzátartozik, hogy az a törvénymódosítás, miszerint a helyben megtermelt jövedelmeknek egy jelentős részét megint csak a központi kormányzathoz, a központi büdzsébe kell befizetni, ez rendkívüli módon megnehezítette a városnak a helyzetét, ez csak nem 1 milliárdos elvonást jelentett, sőt többet is, mint 1 milliárd forint. Tehát én azt hiszem, hogy a város nehéz helyzetben van, és mindaddig, amíg az önkormányzatoknak a saját bevétele annyira alacsony arányában, mint jelen pillanatban, hiszen csak egy-két kivételes helyzetben levő önkormányzat dicsekedett jelentős saját bevétellel, vagy mondhatja el, hogy több saját bevétellel gazdálkodik, mint a központi költségvetésből kapott címzet és céltámogatások, addig én azt hiszem, hogy ez csak egy kicsinosított és kisminkelt tanácsrendszer, hiszen valójában megvannak a kötelezően ellátott feladatok, és ugyanakkor viszont a pénz mellé nem, illetve nem úgy érkezik, ahogy kellene, és az önkormányzatoknak rendkívül szűk a mozgástere a pénzelosztás terén. Bizony nem könnyű feladat, mindent el fogunk követni, hogy a lehetőségeken belül minél jobb eredményt érjünk el. Önnek most nagyobb a felelőssége, nyilván az eddigieknél is jobban, alaposabban körültekint. Mik azok a területek még, ahol úgy érzi, hogy most lépni kéne?
Én azt hiszem, hogy számtalan ilyen lehetőség van, és számtalan terület van, ami megoldásra, orvoslásra vár. Nem hiszem, hogy ki lehetne egyet ragadni, és még egyszer mondom, hogy meg lehetne fogalmazni vágyakat és célokat, de anélkül, hogy az eszközt, az anyagiakat mellé rendelnénk, ez csak kívánság és óhaj marad. Én azt hiszem, hogy a lehetőségeken belül kell elmozdulni, és arra koncentrálni, hogy mik azok a kitörési pontok a városnak, mik azok a lehetőségek, amelyik növelik a saját bevétel forrását, és természetesen azt is meg kell fontolni, hogy a központi kormányzat fönn akarja azt tartani, hogy jelen pillanatban az itt megtermett jövedelemnek csak 5%-a marad itt. Végezetül engedjen meg egy személyes kérdést. Az, hogy most ezt a pozíciót ön kapta, jelente plusz energiákat öntől, plusz időt? Bizony jelent. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen kihívás egy ilyen fiatal ember számára. Én megpróbálok ennek a kihívásnak megfelelni. Nem ringathatom magamat abba a hitbe, hogy ez könnyen fog menni, vagy hogy tökéletesen fog sikerülni, én törekedni fogok rá, és hát természetesen számítok a többieknek, az ismerősöknek, azoknak, akiknek eddig is mellettünk állnak a segítségére. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, a munkájához sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm.